Esperger ezredes úr egy előadásra készült az ukrajnai háború jelenlegi legfontosabb eseményeiről, és utána még kb. 40 percre tervez, van tervezve ez az előadás, lesz lehetőség kérdezni, nekem is, és a kedves közönségnek is, akik, akik összejöttek. Úgyhogy először is bemutatnám ezredes urat, Resperger István, katonai szakértő, egyetemi tanár, és és át is adnám a szót, az eleje az egy bemutatkozás lesz, ha jól tudom, ugye? Tehát egy ilyen Igen, pár... lesz benne is. Köszönöm szépen a lehetőséget, és azt, hogy meghívtak ide. A helyzetre én azt adtam, hogy keleten a helyzet változatlan, ugyanis gondolom mindenki olvas médiát, minden héten kiszivárog valami haditerv, áttörik a frontot, meghal Putyin, öngyilkos lesz Zelenszky, Ezeknek a változatait minden nap olvassuk, de hát én azt gondolom, hogy közel 550. napon vagyunk, nagyon régóta nem változott az arconal. Én fülek kapcsán két képet tettem be, az egyik ugye a, a vár, ami meghatározta ezt a települést a törökök elleni küzdelemben, illetve a tököli szabadságharc alatt illetve betettem a dicsőséges északi hadjáratot, ami a talácsköztársaság Köztársaság ebbe az irányba folytatott, és Fülek is fölkerült ugye a helyszínre. Jelenleg én hivatásos ezredes vagyok, és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen vagyok szakértő, egy kutatóközpontban, biztonságkutatóközpont. Hát most nem teljesen országokat, hanem vizet, drónt, élelmiszerbiztonságot, ezzel kapcsolatos feladatokat látom el ezen a területen. Az eredeti szakmám az harckocsizó, tehát fekete szájpadlású harckocsizó vagyok. Ez azért szoktam kiemelni az előadás elején, hogy abasáron szolgáltam, ott volt 41 darab harckocsim, tehát egy harckocsi zászlóját vezettem. Hogy én sem mindig értem, hogy mi történik itt a térképen, mit csinálnak az ukránok, mit csinálnak az oroszok. Pedig tanultam az orosz rendszert is, Svájcban is tanultam, illetve a német vezérkari tanfolyamot végeztem, majd a magyar ezredesi tanfolyamot vezettem hat évig. Jelenleg minden tábornok, illetve Ezredes elvileg nálam tanult. Tehát szoktam mondani, ha elrendelem a valkürt, akkor az meg fog történni, mert tudják, hogy mit kell csinálni. Ö, hoztam egy Szent István Intelmet, ha már a Szent István kutatóközpontot vezetem. Ő azt mondja, hogy a tanácskozásainkban legyünk megfontoltak, és a bölcsesség mértékéhez mérjük magunkat, hogy a magyar dicsőséget tovább lehessen folytatni. Hát ugye már a háború elején láttam rengeteg nyugati tervet, hogy Oroszország hogy fogja két hét alatt elfoglalni Ukrajnát, huszkodták a nyilakat, és most találtam egy újabbat, itt a finnek fogják elfoglalni Oroszországot, ez a nagy terv, de már az észtek is csináltak egyet, hogy két katonájukkal majd a Kaspi-tenger térségét, a maradék hárommal pedig a távol-keletre kerülnek bevetésre. Hát azt szoktam mondani, hogy a tanú című film gondolom ismert mindenkinek, hogy minden össze van keveredve virág elvtárs, mint egy rossz iskolában. Megnézzük a mai világot, a verekedő gyerekek ott vannak az osztályban, a kis Zelenszky, ugye neki ment a Putyinnak, vagy fordítva. Őrült diplomácia van, ugye Biden egy lepülőgép lépcsőjén nem tud felmenni, de a világura ott van a kis Solc, aki minden tankot odaadna már, de nincs is annyi, mint amennyit ígért Ukrajnának. Ott van a kis Macron, aki ugye most otthon oltogatja a tüzet. Ott van a kis észak-koreai Kim Jong-un, aki mindig a tűzzel játszik. És hát azt szoktuk mondani, hogy itt már a pápa, meg a jóisten se tud rendet rakni olyan világban ezen a területen. Milyen előzményei vannak ennek a háborúnak? Valójában hány háborút látunk? Most már a legtöbb szakértő azt mondja, hogy lehet, hogy három is zajlik, csak nem nagyon foglalkozunk vele. A két háborúból az egyik az fizikai háború, Oroszország és Ukrajna között lövik egymást, úgy, mint 14-től 22-ig. Most is napi tüzérségi csapások vannak, legalább 80 alkalommal naponta, amíg mi itt a jó időben töltjük az időt. Ott sorozatvető csapások vannak mind a két oldalon. Van egy úgynevezett proxy vagy helyettesítő háború. Ukrajnát felhasználva Amerika azt szeretné elérni, hogy minél több területet vissza tudjon foglalni Oroszországtól, és minél nagyobb gazdasági, politikai és katonai veszteséget okozzon Oroszországnak. Aztán van még egy proxy, Kína, aki megnézi az egészet kintről. És bejelentkezett Oroszországba is, hogy ő nem kér sok mindent, ő azt kér, hogy a kiment nyugati nagyvállalatoknak a telephelyeit adják át neki, és akkor az olcsó pici kínai árut majd ők gyártják orosz felirattal. Norvégiában van ez a kirak szikla, ez jelképezi talán legjobban Ukrajnát, hogy a kelet nem tudja elengedni, a nyugat meg nem tudja befogadni. Azt tisztázunk, hogy NATO-tagság nem lesz Ukrajnának, ez az elkövetkezendő 15 évre, erre a fejemet teszem. Az EU-tagságnak a megfelelési szintje pedig nem Zelenszky úr határozza meg, ott azért elég sok kritérium van. Jelen pillanatban Ukrajna csődhelyzetben van, 17 millió ember elhagyta az országot, vagy az országon belül váltott helyszínt, már a hiteleket sem tudják visszatörleszteni. Körülbelül 180 milliárd dollárjában van a nyugatnak az, hogy Ukrajna létezik és harcol. És ugye látjuk, hogy minden héten újabb fegyvereket kér, a következő az még erősebb lesz. Ugye 2007 óta halljuk, hogy jönnek az oroszok, veszélyes Oroszország. Bővült is a NATO rendesen. Ugye a hidegháború korszakában olyan ezer kilométerre volt Moszkvától a NATO. Ezt követően 99-ben vagyunk, és az azt követő bővítésekkel már csak 600 km, és ha Ukrajna is bent van, akkor 400 km-re csökkenne ez a távolság. Ez az oroszoknak az egyik ö, aggodalma, hogy nekik kell egy úgynevezett pufferzóna, vagy biztonsági zóna, mint a Belarus, Lett, Litván és Ukrajna, tehát szeretné távol tartani magától a nato -t. Orosz részről pedig megfogalmazódott a Donbass kapcsán, hogy Ukrajna az egy kreált állam, tehát a Krimet visszafoglalta, népszavazást is rendezett róla 85%-os sikerrel. Hát a sokat emlegetett Kim Jong-un mondta, hogy ügyes gyerek ez a Putyin, de azért tőle tanulhatna, mert ha ő szavaztat, akkor mindig 100% van és megalkották ezt a fogalmat, amit itt kék, fehér, pirossal látunk, ez a Novo Russia. Ezt egy egyszerű egyetemi tanár Dugin, akinek a lányát felrobbantották, és most Mariupolban utcát neveztek el róla, ő alkotja meg ezt. Hát ilyen eszközökkel szokta reklámozni egy RPG héttel. Most tanszékvezetői beosztásából is leváltotta Putyin, mert már neki is szélsőséges. Szélső jobbról indult, kormány közeli lett, de most már túlment ezen. Hát milyen az a háború előtti helyzet? Hát én azt gondolom, volt egy ilyen film, hogy amit tudni akartál a szerelemről, és nem merted megkérdezni, ugyanebben a helyzetben vagyunk. Azaz, ha egy másik filmet, amit a fiatalok talán jobban ismernek, trónok harcát veszem, akkor nem tudsz te semmit, havas John. Én is így voltam, amikor megnéztem a térképet, és Putyin elmondta, hogy el kell foglalni a Dombaszt, el kell foglalni Kijevet, el kell zárni a tengerparttól Ukrajnát, és el kell foglalni a nagy városokat. Csak az az erő, amit odavitt, az erre alkalmatlan volt, mert az 180 ezer ember. Jelen pillanatban is mind a két hadseregnek az a problémája, hogy ez egy 603 ezer négyzetkilométeres terület, 1300 km kelet-nyugat és 1000 km észak-déli kiterjedésben, és van egy közel 1100 km-es arcvonal. Az, hogy Kievet miért próbálta bevenni, azt értjük, hogy Kazasztánba bevonult, és két hét alatt megmondták ki az új elnök, és utána hazamentek a csapatok. Itt ellenállás volt. Ugye mi a háború fogalma egyáltalán? A háború az erőszak alkalmazása, amivel az ellenfelet védtelenni akarom tenni, és mindenképpen az akaratomat akarom rákényszeríteni. Ezt hogyan lehet? Egyrészt szét kell verni az ellenség haderejét, el kell foglalni az egész országot, vagy a legfontosabb területeit, és meg kell törni a nép akaratát. Ebből látjuk, hogy még a haderő sincs szétverve orosz részről, és a nép akarata az teljesen átfordult. Még azokon az oroszok által túlnyomar rakott területeken sem akarnak orosz módon élni. Az 550. napon tartunk. Mi a helyzet? Ugyanaz, mind a 500-on körülbelül. Van egy 1000 kilométeres arcvonal, az arcvonalban közel 300-300 ezer harcos feszül egymásnak. Két nagyobb csoportosítás van, van az ukránoknak 10 dandára körülbelül a veszteségek után, amivel szeretnének áttörni ezen a három-négy lépcsős orosz védelmi rendszeren. Ez január óta folyik, most érték el az ellenségnek az első vonalát. Tehát ilyen sikeres támadást látunk. Az oroszok egy kisebb haderőt, egy hadtestnyi erőt vontak össze, az ukránok szerint százezerrel, de hát én mindig hattal osztom, amit ők mondanak, mert ezt már megtaláltuk, hogy ha valamit ők kilőnek, ott mindig 30 halott van. Én harckocsizó vagyok, szívesen vittem volna mindig 30 marusziát magammal, de csak három fért be, tehát nem értem sokszor az adataikat. Ők az északi területen támadnak, Kupyansk irányába. Ez egy tehermentesítő támadás, hogy a délen levő erőkből Ukrajna még vonjon el ebbe az irányba. A sikerekről, ugye, sok kollégával szoktam beszélgetni, és mondja, hogy jobbak az ukránok, mert egy ukrán katona tíz orosz lő le, és csak utána hal meg. Lehet, hogy ez van az ő szolgálati utasításában, de sajnos nem ez a helyzet. Ilyen Ukrajnában új temetőket kell nyitni. Jelen pillanatban legalább 150 ezer halottja van Ukrajnának, ez a legóvacsosabb becslés. 450 ezer sebesültje, amiből 150 ezer soha nem fog se járni, se menni. Tehát kézláb nélküli emberekről beszélünk. Másik oldalon közel 100 ezer halott és háromszor ennyi sebesült. Területek elfoglalásában az oroszok a Donetszki részben majdnem 100 ot a, a Luhanszki részben, a Donetszki részben 73 ot a két alsó megyében 72 kal állnak. Az ukrán offenzíva visszavett 253 négyzetkilométert január óta, az oroszok meg visszafoglaltak 280 négyzetkilométert, tehát halad az ukrán támadás, én értem, csak hát én elemző vagyok, nekem ezek a számok jönnek le mit látunk, mindig kiemelünk egy-egy falu nevet, város nevet próbáljuk megtanulni, ugye Bakmut vagy Artemox. Most éppen Robotine falut sikerült elfoglalni az ukránoknak ideiglenesen. Most végre meghallgatták a tanácsadókat, hogy az erőket egy helyen kell alkalmazni. Eddig ezt a 11 dandárt megpróbálták délen, Bakmutnál meg éjszakon bevetni, most levitték őket, az oroszok meg mind másra se várnak, hogy itt egy jó kis zsák alakuljon ki, és tüzérséggel, légierővel pusztítani tudják. Tudom, hogy mindenkit izgat Prigozsin halála. Én végigolvastam az összes címet ma, hogy kik podcasteltek erről. Nekem nagyon tetszett, hogy ennek van egy francia szála is, ha esetleg valaki nem gondolt volna, nézzen utána. Én inkább egy régi kínai vezetőnek a utalását jelezném Prigozsinra. Ő sose várta ki a sorát, nem volt türelmes, és az érre akart menni. Ez nem megy az orosz rendszerben egy Putyin mellett. Ugyanis aki egy pucsot intéz Oroszország ellen, az orosz titkosszolgáltnál van egy mondás, vagy normális úton hal meg, aki velünk dolgozik vagy elfogjuk és elégetjük, és a kéményen át távozik. Ő a repülőgépével távozott, Szent Péter várta. Úgyhogy itt van. Hogy jutottunk idáig? Ha a háborút meg akarjuk érteni, akkor az elején látjuk, hogy Oroszország közel 180-190 ezer harcossal kezd, majd az ukránok kénytelenek mozgósítani, mert egyébként mindent elfoglalnának az oroszok. Az oroszoknak jelentős veszteségei vannak, az oroszok csak szeptemberben mozgósítanak, akkor hívnak be 300 ezer embert. Ugye sokan mondták, hogy nem fognak bejönni. Hát Oroszországban azért jogkövető emberek vannak, be is ment az a 300 ezer ember, mert egyébként két évet lehet börtönben ülni, ha valaki ezt elmulasztja. Itt most kiegyensúlyozott a helyzet. A mozgósítást követően, azt hiszem a háborút mindenki követte, és az öt fázis, amit látunk, ez az invázióhoz köthető, amikor megindulnak az orosz csapatok. A második kivonulnak kievaló, túl nagyváros, rossz a terep, nem tudnak előretörni, ezért a Dombaszra helyezik a hangsúlyt, hogy ezt a területet kell visszafoglalni Ukrajnától. Követi egy támadás és egy kivonulás. A harmadik időszakban Harkivnál sikeres offenzívát folytatnak. Ezzel közel 4.000 négyzetkilométer kerül vissza az ukránok kezére. Hadműveletekben jók az ukránok, nagyobb műveletre nem képesek. Tehát nem várható most se, hogy valami csodát csinálnak. Hersonnál ők azt mondják, hogy elfoglalták, meg kiűzték az oroszokat. Nem, az oroszok kivonultak, mert a három hidat rombolták, és így az ellátást nem tudták megoldani. Megóvták az erejüket, az oroszok ez közel 80 ezer ember volt, 500 harc kocsival. A negyedik fázis az, amikor már elég régóta beáll az arcvonal. Itt láthatók ezek a kis négyzetek, ez mindegyik egy Dandár, közel 3000 fővel ukrán részről. Ukrajna háborút 30 Gépesített és harckocsi dandárral kezdte meg, most 120 dandára van, aki harcol. Viszont ezekből mi sárga, lila és feketével jelöljük a veszteségeket. Mindegyik legalább 30-40 százalékos veszteséggel van, tehát sokkal kisebb ez az ukrán haderő. Az ötödik rész pedig az ellentámadás. Itt látszik, hogy egyrészt délen, ezen a területen, illetve Bakmutnál próbáltak meg 11 dandárral valamit csinálni. Csak a terület itt sajnos olyan, hogy teljesen nyílt. 4 kilométerig ellátni, látni hol jönnének, hol támadnának. A másik aknában az oroszok nagyon jók. Úgy megemlíteném a Kursz kiütközetet, hogy ott a különböző 6. és egyéb SS-páncélos hadseregek nem tudtak áttörni mert a páncéltörő tűz, a légierő, a mostani elektronikai hadviselés ezt megakadályozza. Az ukránok már mindenre mondták, hogy probléma van, meg hogy nő az ajnövényzet is, tehát ez is akadályozza őket, én elhiszem, meg a széljárás se nagyon jó. Itt van ez az ábra, amit legelőször meg kellett volna mutatni Zelenszky elnöknek. Harckocsikban ötszörös, tüzérségben, páncélozott eszközökben ötszörös, rakétákban 50 százszoros fölényben volt Oroszország a háború kezdetén. Most ugye mondták, hogy majd nem tud rakétát gyártani, havi 200 rakétát mai napig gyárt. Tehát hiába vannak szankciók, Kazasztán, Kirgizisztán, meg az összes ország szívesen bevisz bármit, a luxus járműveket is. Azaz, Ukrajna egy kicsit ráijesztett ugye a nagy ö, medvére, de nem teljesen jó a vége. <kül> Sokszor kérdezték tőlünk, miért nem villámháború a történet. Ugye az iraki hadviselésnél az amerikaiak 200 kilométeres arcvonalon indultak meg, közel 8-12 ezer repülő támogatta ezt. Az oroszok 1600 négyzet, vagy kilométeres terepszakaszról indultak meg, és közel 200 km mélységig jutottak. Nekik 6-700 repülőgépük van ehhez a történethez. Ami a problémájuk, az egyértelműen látszódott, hogy ha elértek 200-300 kilométerre az orosz csapatok, akkor probléma volt az utánpótlással és már itt az ukránok ugye nem a harcolókat lőtték, hanem az utánszállítási útvonalakat, és hiába áll elő a harckocsi, ha nincs lőszere, üzemanyaga és élelme a katonának. Két nagyobb műveletben ugye a herszoni kivonulást tudták megvalósítani, jelentős nyomásra az ukránok, ez 6654 km volt, plusz ehhez a művelethez különböző aszimmetrikus vagy különleges műveleti erőkkel robbantottak, szabotáltak, és megpróbálták először is a Kercsi hidat, mint az egyik legfontosabb vasúti és közüti útvonal a Krim félszigetre Oroszország irányából, ez két 18 és 16 kilométeres hídról beszélünk. Emellett a sorozat sorozatvetőkkel közel 400 célpontot pusztítottak. Ezt se látom most, hogy annyira aktívak lennének a rakétákkal. Tegnap ugyan 46 drónt küldtek a Krimfélsziget fölé, csak sajnos az orosz légvédelem és az orosz elektronikai harc eszközök ott vannak, hogy simán lehozzák ezeket a remek drónokat és tanulmányozzák. Ugye a feketével látjuk azt a 70 kilométeres hatásos lőtávolságot, amit ez a HIMARS sorozatvető tud. Ez egy nagyon mobil, hat rakétát kilőni képes eszközről beszélünk. Nagyon gyorsan kilövi ezeket, majd helyszínt vált, tehát nem tudják bemérni és csapni az oroszok ezeket az eszközöket. A másik művelet az Harkivnál zajlott, itt 6-8-szoros erőfölényt hoztak létre, 75 km szélességben, majd egy közel 4000 négyzetkilométernyi helyszínt foglaltak vissza. Itt viszont nem volt orosz védelem, mert álltak a csapatok ott, gondolták, úgyis itt vagyunk, ők is itt vannak, elleszünk karácsonyig. Újabb eszközöket kap Ukrajna, ez az egyik a Shadow nevű 250 km-es hatótávolságú rakéta. Hát ebben szerencséjük van, ezt föl lehet szerelni a MIG-29-re és a MIG-31-esre, amiből még 40 darab van az ukrán légierőnek. Ígértek uh, Taurus rakétát uh, a német fél részéről. Itt már borzoló a kedély 500 kilométer. Ugye mindig megtiltják Ukrajnának, hogy orosz területeket nem lehet ezekkel támadni. Amíg tárgyalnak, addig bólogatnak. Miért megkapták a rakétákat, elkezdték lőni Belgorod-Kurks térségét. Ez a rakéta még nincs ott, mert ismerve ukrán barátainkat, valószínű a Spaskaja bástyát szétlőnék a Vörös téren. A himars van egy másik változata is. Ugye az amerikaiak óvatosak, odaadták a 70-80 km-es Hát viszont nem adták oda a 3500 kilométerest. Természetesen Zelenszky ezeket is kéri már. Bakmut, ugye egy olyan város, amiről soha nem hallott senki. Itt mindent bevetettek az ukránok a semmiért. Nyolc hónapig tartott, amíg a Wagner Prigozsinnal itt felvonult, elfoglalta a várost, egy 70 ezer fő nagyságú város, 40 négyzetkilométeren nagyon jól látszik a mozgásokból, hogy itt nagyon sok eszközt feláldozott Zelenszky. Hiába mondták neki, hogy tegye el azokat az eszközöket, nem azért adták, hogy Bakmutnál szétlövessék a Wagnerrel, hanem menjenek levele délre. Az orosz stratégia itt nagyon jól látható. Addig lőjük a várost, amíg két tégla egymáson van, akkor ott nem bujik el egyetlen ukrán sem, mögött nem fog páncéltörő rakétával harckocsikat kilőni. A másik fontos, ha megnézzük a terepviszonyokat Bakmut körül, tehát már rég erre a barna magasabb magaslatokra kellett volna az ukrán haderőt visszavonni, mint hogy egy völgyben levő várost védelmezzenek. Az igazi terület az Krasznahóra nevezeti város, ami nagyon fontos, eddig orosz kézen van, itt megy az a főútvonal, ami Kramatorszba vezet, ami kulcsa ennek a védelemnek. Itt látható ezen a területen mindenhol védelmi állásokat alakítottak ki az ukránok, körülbelül négyet. Egyen ment túl most az orosz haderő. Gondoljunk bele, mi vár a ukránokra. Mi lesz a következő csoda fegyver? Háború eleje óta hallom, hogy High Mars lesz, aztán a Strom Shadow, aztán valami más. Szó szóval volt A10-es csata repülőkről, ez rengeteg van a sivatagban az amerikaiaknak, mert letették, mert már olyan időse 70-es évek terméke. Az F16-osokból most 148-at kért Zelenszky, mert ezt mondta be neki a jós, hogy ennyi kell. 1100 km-es az arcvonal. Ez a típusú fegyver nem olyan, mint a Su-35-öse az oroszoknak. Nagyobb távolságról le fogja lőni. 200 kilométerről ez, 20-30 kilométeres ható távolságú. A másik probléma, hogy kiképzés kell hozzá. Tehát nem úgy van, hogy átülök a kiából az Audi-ba, és akkor megyünk, hanem Éppen tegnap három ukrán pilóta ütközött egybe gyakorló lepülés közben, akiket F-16-osra képeztek át. Így nehéz lesz, főleg, hogy jövőre érkezik meg a F-16-os. Illetve amit elfelejtettek az ukránok, hogy a NATO-ba a kiképzés az angolul megy. Tehát összetettek egy csomó pilótát, csak vissza kellett küldeni őket nyelvtan folyamra. Ugyanis az enyém csomag viszi vonat, az sajnos kevés ahhoz, hogy F-16-ost vezessünk mi lesz a következő fegyver, el se tudom képzelni, de most már nézem a csillagháborús terveket, lehet, hogy ezt fogja kérni Zelenszky. Ezzel sem lesz esély. Erre is kell kiképzés, mi szerintünk. Mire képes jelenleg Ukrajna? Jelenleg a vörös vonalig be tudja lőni a területeket, de ezek már orosz területeket most már felvállalják, hogy különleges műveleti és terrorakciókat követnek el, mondjuk ki őszintén. Tehát az, hogy civil létesítményt felrobbantok, az nem hős cselekedet, ezt már Napóleon óta tudjuk. Viszont a Krim félszigetnek a közel 80%-át be tudják lőni. Ez a 250 kilométeres rakét a hatótávolsága, de ebből nincs annyi, hogy minden falura tudjanak lőni egyet. Milyen fegyvereket látunk a háborúba? Az egyik ez az Iskander rakéta, ez a harcászati változata 500 kilométerig megy, ami atomfegyverrel van, az 2000-ig. Ugye úgy van ez bekaribrálva, hogy Londonig azért mindenképp elérjen. Itt látható egy videón a függőleges indítások. Ezekből napi 30-40-et lőtek ki a háború erején, főleg Fehér Oroszországból, illetve a déli területekről. Ott van a Kalibr, ez egy haditengerészeti manőverező robotrepülőgép, ez kicsit kevesebb robbanóanyagot visz, viszont azt látni kell, hogy az oroszok bármikor, bármit Ukrajna teljes területén szét tudnak lőni. Amit felderítenek, azokat szét is lövik. Kaptak különböző drónokat Irántól, ez tízezer dollárba kerül, erre százezer és millió dolláros rakétákat indítottak az ukránok. Hát nyilván fontos, hogy mit védelmeznek. Ott van az oroszok légvédelmi rakétája, ez az S-400-as, 500 kilométerig bármilyen célt lelő, már csak 46 vadászgépe van az ö, ukránoknak. Az orosz gondolkodás az mindig a tüzérségre alapozott. Itt van a Smert sorozatvető. 300 mm rakétákat lő ki, tehát megáll györnél és lövi Budapestet, úgy, hogy senki nem tudja, hol van, 70-90 kilométerről. A másik a TOSZ-1-es, ez egy termobárikus fegyver, vegyi anyagot lő ki, ezt begyújtja, alatta pedig vákum keletkezik, az alatta levő katonáknak leszakad a keze és a tüdeje. Ez ugye egy borzalmas fegyver, mert az oroszok alkalmazzák. Amikor az alkaidára dobáltunk ilyet, akkor mindenki mondta, hogy ezt kell alkalmazni. Nincs sok az oroszoknak, 2-4 kilométerről indítják ezeket. Bakmutnál, a városoknál vetették be, Mariupol visszavételénél, nyilván minden fegyvert be kellene tiltani, ezek, ezeknek is közte kellene lenni. Tehát nem nagy távolságra, viszont az adott területen élő ember nem marad, aki alatta van. Kinzsár rakéta, ugye az ukránok hősiesen bejelentették, hogy lelőték. A probléma az, hogy tíz mag sebességgel megy, ugye ez 3600 méter per szekundum a Patriot légvédelmi rakéta 1500-at tud, tehát a felét tudja. Ezt arra tervezték az oroszok, ebből egy ezrednyi erejük van, közel 300 rakétával, hogy a NATO légvédelmét törjék át, és a repülőgép hordozókat lőjék ki, most földi célpontokra használják. A legmodernebb helikoptere az oroszoknak a Kamov 52-es, ez különböző rakétákat, gépágyút alkalmaz, általában most a páncélozott eszközeit lövi az ukránoknak, saját védelmét pedig az a rendszer látja el, ami különböző hőcsapdákat bocsát ki, hogy légvédelmi rakétával ne nagyon lehessen pusztítani, itt láthatóak ezek. Következő a Lancet drón, ennek a gyártását felfuttatták az oroszok, Bárhol, ahol arra utaló jelet találnak, hogy ukrán eszköz van, ez a rakéta már mesterséges intelligenciával dolgozik, bár elég önellentmondásos, hogy öngyilkos drón megsemmisíti önmagát, tehát nem elég intelligens. Hosszú ideig a levegőbe van, felismeri az eszközt, elpusztítja. Körülbelül 5000 rakétát lőtek ki eddig az oroszok teljes Ukrajna területére, a inváziójuknak megfelelően nem fogytak el a rakétáik, amit a NATO előre prognosztizált, és azt se felejtsük el, hogy Oroszország atom nagyhatalom. 12.007 darab atomfegyver van a világon, ebből 5.947 darab az orosz kézen van, tehát több, mint az amerikai, és ebből most egy 10-15 darabot áttelepített Belorussziába precíziós fegyverek elfogyásától, tehát a havi 200-as gyártással nem kell félni. Mi a helyzet az ukrán fegyverekkel? Hát a vezérkar főnökük elmondta, hogy kellene 600 harckocsi, kellene közülbelül 300 sorozatvető, és kellene mint egy ezer darab tüzérségi eszköz. Nincs ennyi a NATO-nak. Nem tudjuk odaadni, egyrészt saját, védelmünk a legfontosabb, nem akarunk úgy állni, mint a britek, hogy minden tüzérséget átadtak Ukrajnának. Most két évig nincs lőszerük, meg tüzérség, mert arra várnak, hogy majd valakitől tudjanak venni. Csak hát most mindenki rendel. Patriot légvédelmi rakéta, ebből eddig négy darabot ígértek Ukrajnának, kettőért oda. Ez a világ legdrágább fegyvere, egy milliárd dollárba kerül, 45 hétre a kiképzés, logisztikai részen 22 hét alatt megtanítható a harcos, hogy elője a rakéta, darabja 1 millió dollár. Egy este alatt kettő ilyen eszközt lőtek ki az oroszok, mert túl közel telepítették egymáshoz a drága ukrán kollégák. Tehát a harcászati részt is illet volna megtanulni, hogy túl közel nem rakom őket, mert akkor egy rakéta a repeszeivel ezt megsemmisíti. 7500 darab Stinger légvédelmi rakétát kapott Ukrajna. Ez körülbelül két kilométeres hatótávolságú, alacsonyan támadó célokat lehet vele nagyon szépen megsemmisíteni. Itt ő szörnyű vége van a kezelőknek. A másik a Javelin páncéltörő rakéta, ez az, amihez imádkoznak is az ukránok. Ez fölülről semmisíti meg az ellenséges célokat kilövi a rakétát, és fölül, ahol a leggyengébb a páncélzata a harckocsinak, kb. 20-30 cm, ott ö, semmisíti meg. Hát erre megszületett a harckocsizók megoldása, mert mi mindenre tudunk megoldást. Ugye egyrészt ez a tyúk ami arra jó, hogy a rakétától nem véd meg, de nagyon sok mindent el tudunk vinni magunkkal, mert mi szeretünk mindig jól élni csomó szimulációs eszköz szintén nem adtunk át az ukránoknak. A Javelin páncéltörő rakétának a kiképzését fel lehetett volna gyorsítani, de nem adták át, mert ez drága, és ne egy Isten orosz kézbe kerül, akkor még rosszabb a helyzet. De a többivel is gond van, ha kiküldök egy katonát, itt épp egy RPG tel próbál lőni a harcos, csak azt felejti el, hogy mögötte másfél méter távolságnak kellene lenni, vagy nagyon fázott és befűtött. Bajraktár drón. Ebből 36-ot kaptak a háború elején a törököktől az ukránok, ebből 35-öt le is lőtek az oroszok. A legutolsót meg már leszették rakéta nélkül, mert megtalálták azt a linket, amin zavarni lehet. Harckocsik, ugye ez a szakterületem. Hát először Amerika mondta, hogy ad 31 darabot, de megvárja, még a németek adnak, meg a többiek, hogy mi a tapasztalat. Hát majd meglátjuk ők öt hónapos kiképzést írtak elő, a németek öt hetest. Nyilván a németek szorgalmasabb nép, ezt látjuk. A brittek is öt hetes kiképzést adtak, ezek most érkeztek meg a Challenger harckocsi. Ez majdnem 70 tonna, a világ legvédettebb harckocsi. Ebből még csak egy darabot lőtek ki, azt is Bászránál egy saját harckocsi, mert homokvihar volt, nem látta, hogy a miénk. Bradley gyalogsági harcjárművek ebből kaptak 100 darabot, 40-et már egy hét alatt elfüstöltek. Ekkor szólt az amerikai vezérkarfőnök, meg a német, hogy azért mindent nem tudunk úgy garanciába cserélni, hogy ti ellövitek, mi meg küldjük a következőt. Marder gyalogsági harcjármű, talán ez mutatja a legjobban a európai helyzetet. 100 darabot ígértek az első 40-et Németország átadta, de már a saját csapataitól, tehát már a saját biztonságát veszélyezteti, nincs több, nem tudnak többet adni. Franciák átadták a könnyű felderítő harckocsiukat, nyilván francia jellegzetes, ez az afrikai terepre készült, nem nagy páncélvédettséggel rendelkezik, elég sokat mutogattak ebből a moszkvai disszemle után. A német harckocsik megérkeztek, és itt látható az a koalíció, hogy mindenki ígért harckocsit, de ebből talán nagyon jól látszik, hogy először adjuk oda a rosszabbakat, a régi orosz típusúakat, T-72-es, Twardi és a különböző változatai a T-72-esnek. Ugye Albánia mind a 30-at odaadta, nem ezen, ö, szenvedtek ezen. Finnország volt érdekes, ő mondta, hogy van 300 darab leopárt harckocsia, kezdetnek négyet átadna, de mondta majd csak akkor, ha NATO lesz, addig nem. Tehát a tankesőn az megvalósult, sok-sok harckocsi érkezett oda. Mi a különbség az orosz és a nyugati harckocsik között? Itt van az egyik döntő pillanat, hogy a nyugati harckocsik 800 mm homogén páncélzatot tudnak átütni, az orosz pedig csak a legújabb 600 tehát lőtávolságban van némi differencia. Itt a filozófia a háborúról. Az orosz az mindig területet lő, 300 200 méterre a 18 tüzérségi eszközzel oda kell lőni. A ukránoknál pedig a HIMARS és a MLS sorozatvetővel 70 kilométerig 10 méteres pontossággal tudja ki lőni az ellenséget. Harckocsi kiképzés Lengyelországban, ezt láthatjuk. Két harckocsi egymásra mászott, 10 millió dollár kár keletkezett, egy perc alatt. Meg is jött a mém rá, nyilván Putyin formában volt, szét is lőte ezt. A másik nagy kérdés a ukrán haderőben a logisztika. Gondoljunk bele, 15 ország küldött 40 féle eszközt. Na most ilyen embert még nem láttam, aki minden autót tud szerelni. Ezek a harckocsik pedig a németektől, a britektől, a franciáktól kezdve Svédországig minden érkezett. Hát az oroszok meg mindenből is tudnak harckocsit csinálni. Tehát a két nagy hatalom vetélkedik Ukrajna. Tovább menve, mivel segítettük eddig Ukrajnát? Katonai eszközökből 130 milliárd dollárt toltunk bele egy év alatt. Afganisztánba 20 év alatt 80 milliárdot. Gondoljunk bele, akkor meddig fog ez a konfliktus tartani, gazdaságilag, úgyhogy infláció van. Mibe kerül a naponta a háború a feleknek? Ha úgy elgondolkodnának azon, hogy körülbelül ugyanott tartanak, ahol a legelején meg kellett volna állapodni, körülbelül 325 millió dollár naponta, hogy az ukránok meg az oroszok lövik egymást. Én erre mondtam, hogy ezt fogják megunni a nyugati emberek, hogy Iván Lövi szergejt, ez minket nem érdekel, annyit az érdekel, hogy legyen gáztélen, legyen munkahelyem, és ne legyen infláció. Csak a harckocsikat tekintve egy 3,1 milliárdos segítséget kapott Ukrajna. Itt majdnem 80 hipermodern harckocsi van. Magyarországnak 44 darab lesz összesen tehát a legújabb Leopard 2 a 7 es magyar változatból. Igaz, hogy ezekkel a harckocsikkal három darab ellenséges harckocsit meg lehet semmisíteni, csak nem ezzel a módszerrel, ahogy délen támadnak. Mibe kerülnek ezek az eszközök, mit gondolunk? Egy darab harckocsi lőszer az két és fél millió forint. Ebből 43 darab van egy harckocsiban, és 8 perc alatt el lehet lőni és az ukránok el is lőik. Gondoljunk bele, meddig lehet ezt finanszírozni. Egy Javelin páncéltörő rakéta 70 millió forint. Jelen pillanatban Ukrajna 75 ezer darab páncéltörő rakétát kapott, nem csak Javelin, hanem egyebe. Nincs ennyi harckocsi a világon, amit ezek lőnek. Bakmutnál láttuk mindent ezzel lőtek be a kiskaput, a vaskaput is meg a házakat is. Mennyibe fog kerülni újjáépíteni Ukrajnát? Ugye azért ez így emelkedik nap mint nap. 411 milliárd dollárt írt elő a világbank a következő 10 évre. Aknák, fel nem robbant lövedékek 40 milliárd dollárt fog kitenni. Ki fogja összeszedni ezt a sok lövedéket, fel nem robbant aknát? támadás. Hát ugye látjuk, hogy megy a január óta a támadás, ahogy az ukránok nevezik, egy mindent elsöprő támadás. Hát én néztem egy-két filmet mostanában, hát ez támadás volt, igen, rejtve, megindítják a csapásokat, elindulnak rejtve, és végrehajtják a műveletet, azaz támadnak. Na ezt nem látom a déli arcvonalon, pedig tanultam NATO iskolába, tanultam orosz iskolába is. Azaz ott kell támadni, ahol senki nem várja, és úgy megindítani a támadást, hogy ketté tudják vágni az oroszokat. Ez egy szép cél, hogy a Donetszki részen levőket, meg a Krímen lévők közé beékelődünk. Csak akkor gondoljuk tovább, hogy körülbelül egy 100 kilométeres arcvonalon egy zsákba lesznek az ukrán erők. Az egyik változat az volt, hogy ugye Tokmak és Melitopol irányába induljon meg a támadás. Hát itt akadtak el. A B változat az lett volna, hogy Mariupol, ugye a sokat ostromlott város irányába, majd visszafele. Hát az ukrán támadás ugye az nem az oroszra hasonlít, próbálják egymást segíteni, Viszont jelenleg hiába van technikai fölény, hiába van hipermodern eszköz, a leopárd is ráfut az aknára, megáll, utána tüzérséggel, páncéltörő rakétával szétszedik. Hogy néz ki egy támadás? Ugye különböző erőket, eszközöket, Bradley, AMX-10-es, Leopard, Panzerhaubice 2000, Heimars sorozatvető, Petriot, ezt mind össze kell hangolni ez mindegyik más országba készült, tehát elég nehéz azt megvalósítani, hogy ezekkel támadok. És ha sikerül mondjuk egy területet visszaszereznem, akkor két oldalt vajon milyen erők lesznek, milyen tüzérséggel, oroszok lesznek, akik naponta százezer lőszert lőnek el. Nem véletlen, hogy a ukrán orvosok elmondása szerint a sebesültek 80-90%-a és a halottak 60%-a az mind tűztől, azaz repeszektől sebesül meg vagy hal meg. És ugye az orosz védelmi rendszer a gyalogsági fegyverektől a 3000 km-ig mindent ki tud lőni. És akkor nézzük az elveket. Ugye ez egy védelmi rendszer. Hát jelenleg itt járnak az ukrán elők az első terepszakasznál, innen még háromszor ennyi erőt kell mozgósítani. Ez az a erődrendszer, amit az oroszok kiépítettek, műholdakon beazonosítható. Azt se értem, hogy a tanácsadók miért a legerősebb résznél erőltetik a támadást. Ezek ugye különböző eszközökből, az úgynevezett sárkányfogakból állnak de a védelmi rendszere is megvan, mert a védelembe levő katona mindig előnybe van a másikkal szembe. Ugye ezek az egyszerű kis sárkányfók, ezek 90 cm magas beton öntött oszlopok. Ehhez egy darab közvetlen harckocsi lövés találat kell, hogy ez szétlője. El nem lehet tolni, mert még drótkötéllel is össze vannak kötve. Azaz ez marad a nagy ukrán támadás után, azaz jönnek a leopárdok, Putyinék meg kikészítik ezeket. Értékelve azt lehet mondani, hogy diplomáciailag úgy nézett ki hosszú ideig elszigetelődik Oroszország, ahhoz képest most olyan gazdasági közösséget, a BRICS országokat, Afrikát szállja meg, amire senki nem számított. Információs művelet. Ugye leginkább a dezinformációt emelném ki. 38 darab HIMARS sorozatvetőt kapott Ukrajna, az orosz jelentések szerint 45-öt kilőtek, tehát ebből látszik, hogy legalább hetet kölcsön kellett adni nekik. Hazudik mindenki, hat és fél a szorzó, mert ugye fölfele akkor néz ki jól, ahogy Hoffi mondta rége, hogy mennyit fog fialni a malac, tizet, tizet exportálunk, a többit megesztük, itt is így vannak. Katonailag még mindig nem jár győzelemre Ukrajna ebben a háborúban. Gazdaság és szankciók. Hát most már mindenki ezen nevet, kijött a világrangsor, az ötödik legnagyobb gazdaság a világon Oroszország. Viszont a diplomácia és a gazdaság összefügg, Oroszországot sikerült rátolnunk Kínára, Indiára, Pakisztára és Iránra. A NATO-nak mindig ez volt a legnagyobb félelme, hogy ezek szállnak Irán, Kína, India, Pakisztán és Oroszország, akkor a NATO-nak lesz miért izgulnia. Ezt sikerült elérnünk. Hát a Klausavic, aki a háborúról című művet írta, ő azt mondta, hogy három fontos dolog van mindig a háborúban. Mit csinálnak a kormányok? Teszik a dolgukat. Lehet szimpatikus, nem szimpatikus, lehet szerepet játszani, mindegy. A haderők szintén teszik a dolgukat. Az oroszoknál egy dolgot kell megérteni, egy szerző leírta egyszer, hogy minden ország úgy harcol, amilyen sportot űz. Az oroszoknak a nemzeti sportja az a sakk. Nagyon sok parasztot, tisztet veszítenek, de a második világháborúba is elmentek Berlinig. A harmadik viszont a lakosság. Ukrajna már szavazott erről, nagyon sokan elmentek, nem kívánnak meghalni ezért. 60 éves korra emelték a sorkötelezettséget, tehát mindenkinek be kell menni harcolnia kell. Én meg szoktam nézni a videókat. A megadott, elfogott ukrán katonák között egyre több 55-60 éves ember van. Ők nem akarnak meghalni, neki unokája van, gyereke van. Ugyanez a helyzet orosz oldalon is. Tehát a lakosság hosszú távon el fogja dönteni a háborút, de főleg majd a nyugat-európai jönnek a választások az embereknek elegük van a háborúból. A feleségem pszichológus megfejtette az egészet, mondta, hogy Putyin biztos az orrót nézte gyerekkorába, Zelenszky meg az amerikai kapitányt, ez szerint próbálnak viselkedni, és hát majd valószínű egy hölgy megoldja az egész történetet, csak még nem látjuk ezt a hölgyet, aki békét kötne. Mi várható? Hát van egy mondás az egyik Tom Cruise filmben, sajnos a szenvedés az ember feletti. Gondoljuk el, 5-6 éve emberek óvóhelyen éltek. 14 óta a Dombaszban óvóhelyen éltek a gyerekek, meg az emberek is. Nagy béke nem lesz, lesz egy olyan, mint Izrael és Palesztina között, lőni fogják egymást továbbra is. Nyilván nem fog megvalósulni ez a Novorusszia, a víz elválasztja őket. Az lenne a jó, hogyha ez a folyó így tartana, mert akkor be lehetne fejezni, hogy mi sem megyünk át, ti sem, legyetek boldogok úgy. Az ukránoknak az álma, hogy visszaveszik a krimet, erre egyetlen NATO ország nem mondta azt, hogy mi majd ezt támogatjuk, az a harmadik világháború. Ez a kis félsziget szavazott. Tetszik, nem tetszik. Az oroszok mindig egyre utalnak vissza. Önök ugyanezt csinálták Koszovóba, úgyhogy meg se szólaljanak. Azóta telerakták haditengerészeti atomfegyverekkel, oda senkit nem fognak beengedni. Valahol lesz egy ilyen arcvonal, ahogy majd sikerül, valahol bepúposodik, valahol nem. És valakiknek közéjük kell állni, hát irigylem őket, hogy ezen a területen ezt megtehetik. Mert hosszú évek óta látszik, hogy melyik falu város az, ami orosz kézen van, az piros. Ott piros a tankönyv, ott más a szimkártya, és más az ideológia is, mint a kék részen is. Az ukránoknak, amiben jók, az az aszimmetrikus hadviselés, a különleges műveleti erőiket kiúttatják, különböző célpontokat tudnak kiiktatni ami nekünk nem tetszik Magyarországon, egy túl felfegyverzett Ukrajna. A magyar kisebbség védelme érdekében nem kell, hogy több ezer harckocsi a gyalogsági harcjárműve és eszméletlen nagyságú páncéltörő eszköze legyen. Így is nagyon sok magyar jött el Kárpátaljáról, rengeteg a betelepítés és az őrület azt tart. Nekem van ott egy Péter atya, aki mindig tudósít, hogy már a Puskén szobrot is ledöntötték, mert az is orosz. Hát igen, ideológiailag is sikerült megosztani az embereket. Én ennyit tudok így elmondani egyszerű harckocsizóként. Ha kérdésük van, nagyon szívesen van. Wow. Köszönjük szépen a igencsak áttekintő előadást, hiszen azt is megtudtuk belőle, hogy mit vár Resperger ezredes úr. Én azért erre irányoznám a kérdésemet, mielőtt átadnánk a közönségnek a szót. Amikor legutóbb, május-június tájékán interjúztunk ezredes úrral, ez egyébként megjelent a Magyar Hétben is, akkor ezredes úr azt jósolta, hogy augusztus végére mindkét fél kimerül, és tulajdonképpen befagynak a frontok sok ilyen utal erre. Arra kérném ezedes urat, hogy azt a jóslatot, amit itt az előadása végén elmondott, azt még egészítse ki azzal, hogy mi várható a következő hetekben, hónapokban, hiszen ahogy a médiát olvasuk, ott, ott, leginkább azt tűnik ki belőle, hogy a, az ukrán ellentámadásnak nincs vége, újabb és újabb hullámai jönnek, miközben talán lehet ezt mondani, laikus fejjel egyre inkább azt gondolja az ember, hogy az ukránok tartalékai elfogynak. És itt adnám át a szót ezredes úrnak. Igen, én továbbra is tartom, még van pár napom, hogy augusztusra befejeződjön a konfliktus, illetve azt is elszoktam, mondani, hogy évszámot nem mondtam, csak azt mondtam, hogy augusztusra. Mire a falevelek lehullanak, ugye, Igen. aki a történelmet tudja, Igen. az első világháború. Igen. De ugye ez a két hadművelet van vissza, utána mind a kettő félnek hadműveleti szünetre van szüksége. Amit tudni kell, hogy végre leírta a New York Times is, hogy 300-400 ezer tartalékosa van még Ukrajnának, akit be tud hívni. Ez azt jelenti, hogy ezek a kiképzetlen emberek 3-4 nap után meghalnak a fronton, ha tetszik, hanem vagy halálosan megsebesül. Orosz részről a behívható embermennyiség másfél millió. Tessék eldönteni, melyiknek van több eszköze az orosz hadipar is felfutásban van, északon indítottak egy támadást, és ez a védelmi vonal jelzi azt, amit kiépítettek, hogy nagyon nem kívánnak ennél tovább menni a Dnipro folyó és a donetsk luanszki rész. Rengeteg dologba meg kell egyezniük, ugye láttunk már sokféle béketárgyalás, diktátumot, Trianonról szól ez is, de egy olyan béketárgyalást, ahol nem hívják meg az oroszokat, azért ez tréfa volt szaúd arábiába hiszen itt csak egy, egy olyan dolgot említsek meg, hogy 14 ben az ukránok elzárták a krím vizellátását, tehát a mezőgazdasági termelés 13 ezer hektár helyett 3 hektáron folyt. Ezt nemzetközi szerződésben rögzített dolgokat nem tartanak be az ukránok. Az ukrán nyelvtörvényről hadd ne beszéljek, az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységéről magyarok, cigányok, oroszok, ruténok, mindenki ellen. Tehát nem Európai Unióról, hanem egyáltalán valami emberségről kellene ennek szólni, és tényleg nincs tovább a felekben. Tüzérséggel lőni fogják egymást, mert idejük van, lőszerük van, de embert már nem kíván szerintem egyik fél sem áldozni erre. Ezért gondolom, hogy most kellene befejezni és tárgyalni. Nekem még volna egy kérdésem, de nem szeretném elvenni a közönségtől sem a szót, akár innen is, akik a nap elől elhúzódtak oldalra, és akkor kérnék majd segítséget esetleg, hogyha volna kérdés a közönség soréból, akkor ezt meghallgatnánk, akár egyszerre többet is. Ha egyenlőre még nincs, akkor viszont, akkor viszont még én tenném fel a kérdésemet. Ugye itt említettük azt, hogy milyen most jelenleg a magyar-ukrán viszony, milyen helyzetben, milyen kihívásban nagy kihívással kell szembenézni a kárpátai magyarságnak. Azt kérdezném, hogy mi lenne a háború optimális befejezése magyar szemmel, akár azt is figyelembe véve, hogy a kárpátai magyaroknak esélye volna megmaradásra? Hát igen, az a legnehezebb, hogy a nemzeti érdeket úgy megvalósítani, hogy a magyar kisebbség fennmaradjon. Tehát ez mindenképp tűzszünet kell, béke, kötési Kezdeményezések kellenek. Vissza kell települni azoknak az ukrán hajkó embereknek a saját lakhelyére. Meg kell kezdeni az újjáépítést. Láttuk, hogy 410 milliárd dollárba fog ez kerülni. Ebben Magyarország is minden állam szeretne részt venni. Gondoljunk bele, csak az aknamentesítés mit jelent? Katonai gyakorlat tapasztalat nélkül nem lehet aknát szedni. Bár láttam a koszovói tapasztalatokat, ott a kecske a legjobb jelző. Ha a kecske elmegy az úton, akkor ott nincs csak. ha meg elmegy, akkor háromlábú kecskeje van a koszovói parasztnak. Tehát iszonyú nagy ö, ö, dolgokra várunk. Ugye a Novák Katalin köztársasági Elnökasszonyunk most volt Zelenszkínnél, a Krimi csúcson és a pápánál. Jó Istenhez nem jutott el, de megpróbál mindenhol ezért tenni ez a dolga. Katonai téren mi is próbáljuk azokat a anomáliákat elsimítani. Mi a legelején megmondtuk, hogy egy háborút nem lehet fegyverszállításokkal segíteni. Egyrészt a magyar haderő is éppen átfegyverzésben van, mi nem fogunk odaadni semmilyen fegyverünket, a mi biztonságunkat mi fogjuk garantálni. Tehát a magyar nemzeti érdek az ez, megtartani, támogatni a magyar kisebbséget, hogy vissza tudjon menni, és ott tudjon élni. Zárjuk a beszélgetést azzal, hogy hogyan jön ki ebből a konfliktusból Európa. Ugyanis jól látható az erővonalaknak az eltolódása. Jelenleg ugye az Egyesült Államok vitathatatlanul a legerősebb szuperhatalom, de egyre inkább jelentkeznek a kihívók. Nyilván Kínára gondolok elsősorban, de hát az az átrendeződés, amire utalt Ezedes úr és a BRICS csoport, az úgynevezett felzárkozó országok összefogása, ezeket a kialakult globális erővonalakat alaposan átírhatja. Az a kérdésem Ezedes úr felé, hogy Európa akár katonailag, akár gazdaságilag hogyan jön ki ebből a konfliktusból, hiszen úgy tűnik eddig, hogy a legnagyobb vesztese ennek az elmúlt másfél évnek, amióta ilyen intenzíven zajlik az orosz-ukrán háború. Először az energiával kezdeni. Azt sikerült elérnünk, hogy az orosz gáz export 84%-kal visszaesett, de Amerika azt is elérte, hogy az Észak-Afrikából jövő gáz export is 30%-kal visszaessen, azaz, hogy inkább mindenki a drága LNG gázt vegye Amerikától. Tehát ebből egyértelműen. A megrendelések, a hadipari megrendelések is azt mutatják, hogy mindenki azt szeretné, főleg Amerika, hogy mindenki tőle vegyen amerikai fegyvereket. Azért az látszott, például egy példát hadd mondjak, a Reinmetall, aki gyártja a Leopard harckocsit, amikor megjelentek az első kilőtt harckocsik tőlük, 8%-kal visszaestek a részvényeik. A Bradley harcjárműveké az amerikai is. Tehát ezek az átrendeződések azt mutatják, hogy egyrészt Európa veszteselet gazdaságilag annak, hogy a orosz gáz nem jön, több a német nagyvállalat zár be, főleg a vegyipariak. 200 milliós veszteségeik vannak. Ez egyértelműen oda fog elvezetni, amit én jeleztem, hogy az európai lakosságnak lesz elege abból, hogy infláció van, munkahelyek vesznek el, elégedetlenek társadalmilag azt látjuk, amit elég régen láttam, de hát én már idősebb vagyok, hogy tüntetnek a NATO ellen Csehországba, Franciaországba, Olaszországba. Ilyet utoljára a 60-as, 70-es években láttunk. Tehát a politikai szereplőknek az Európai Uniónak a valós érdekeit kellene képviselni ez már az első hat hónap után beigazolódott, hogy ezek a szankciók, lehet, hogy Putyin meg az orosz vezérkar sokkal vékonyabban keni a kaviárt, mint eddig, de semmilyen gazdasági hatása nincs. Oroszország abból a szempontból jól jött ki, hogy el tudja adni azt a gáz és olajmennyiséget a déli irányba. Kína, India, Pakisztán. 300 kal több ilyen állítás történt, viszont Oroszország abban veszített, hogy a fiatalságának a javarésze a háború előtt Finnországon keresztül távozott. Tehát ez az exodus lehet nagy hatással később az orosz gazdaságra, de jelenleg még nem vesztes. És hát azt hiszem, itt mindenki nevében tehetem fel az utolsó kérdést, hogy vagy hát ez legyen inkább ilyen kívánság, hogy legyen mielőbb béke, hiszen azt hiszem, hogy Ebből az előadásból, ebből a beszélgetésből is kitűnt, hogy a háború nem megoldás, és leginkább a felek bölcsességén, meg hát a nagyhatalmak bölcsességén múlna, hogy milyen módon lehet eljutni oda, ahova eljuthattak volna fegyveres konfliktus nélkül, hiszen ha jól értem, az a jóslata ezedes úrnak, hogy a háború nagyjából ugyanolyan frontvonalak között fog véget érni, ahol az invázió első hónapja után tartott tulajdonképpen körülbelül ez az arcvonal lesz, ebbe lehet némi bepúposodás, de a világtörténelemben már két nagy nemzetet felépítettek egy háborút, a Németországot és Japánt. Most itt a lehetőség, hogy Ukrajnát helyre tegyék. Én bízom abba, hogy ez minél előbb megvalósul. Köszönöm a figyelmüket.